Háztartási tisztító és ápolószerek A háztartási tisztító és ápolószerek az otthoni munkát hivatottak megkönnyíteni. Ápolnak és gátolják az ismételt szennyeződést. Megkülönböztethetők por, emúzió, szuszpenzió, gél, hab, paszta és folyékony halmazállapotú szerek. Minőségi követelmények, ugye tisztító hatása legyen, maradéktalan, kímélje a tisztított felületet, Ápolja és tartósan tegye kellemessé a tisztított anyagot és felületeket. Ne irritálja a kéz bőrét, csomagolása feleljen meg az optimális csomagolás kritériumainak. Mosogatószerek. A konyhai edényeken, eszközökön, berendezési tárgyakon megtapadó zsír, olaj és ételnyomok eltávolítására alkalmas. A mosogatás módja szerint ugye kézi és gépi halmaz szerint ugye lehet apró szemcsés, por, folyékony vagy tabletta mosogatószert. A legfontosabb követelmények ugye a mosogatószerekkel szemben az, hogy jó tisztító és zsíroldó hatásuk legyen, cseppmentes, száraz, illetve szaktalanítás, adagolhatóság, tárolhatóság, gazdaságosság és kézkimélő tulajdonság. Kézi és gépi mosogatószereket különböztetünk meg. Kéz, Kézi mosogatószerek. Fő hatóanyagai a hideg és a meleg vízben egyaránt jól oldódó felületaktív anyagok. Kézkimélő adalékanyagot is tartalmaznak. Kémhatásuk közel semleges, illatosításuk célja az alapanyagok szagának és a konyhai szagoknak az elfedése fertőtlenítő hatású komponens is tartalmazhat. A porok további tisztító hatást növelő vízlágyító hatású adalékot tartalmaznak. Lúgosak, ezért használatukhoz védőkesztyű viselése ajánlott. A habzó képesség a kézi mosogatószerek felület, felület aktív anyagának jellemző tulajdonsága. A hab visszatartja, tehát burkolatba zárja a már leoldott szennyeződést, Megakadályozza, hogy a zsíros szenny visszarakódjon az álmosott edényekre. Tehát a kézi mosogatószer az nem véletlenül habzik így. Tehát ezért, amit az előbb elmondtam. A mosogatógépben történő mosogatásos három egymás hatását kiegészítő termék szükséges. Regenerálósó, Feladata a vízlágyítást végző ioncserélő cserélő gyanta működő képességének biztosítása. A mosogatás folyamatában nem vesz részt, a mosogatópor látja el a tényleges mosogatási feladatot. Öblítőszer feladata a foltmentes száradás biztosítása. A három az egy tabletták mindhárom funkciót ellátják. Általános tisztítószerek, lemosószerek. Valamennyi háztartási eszköz, kő vagy műanyag padlózat, vagy padozat, műanyag bevonatú konyhai lemosására alkalmasak. Halmaz állapotuk általában folyékony, ritkábban zselészerű. Összetevők között jelentős mennyiségben szerepelnek a felület aktív anyagok, emellett fertőtlenítő kézkimélőszereket, szereket, színezéket és illatosító anyagokat tartalmaznak. Két fő típusuk van, ugye van a semleges és a úgynevezett neutrális hatású, illetve van az ecetes és savas kémhatású. Tehát a semleges neutrális kém ugye kellemes, friss illatosítású, tiszta átlátszó folyadék vagy krémszerű emúzió. A konyhabútorok, ajtók, ablakok, fürdőszobai berendezések, Csempe, Kerámia felületek szennyeződésének eltávolítására alkalmas. Kivéve a makacs vízkőlerakódásokat, ráégett ételmaradékokat. Kíméletesen tisztítanak, érzékeny bőrűek is használhatják őket. A tisztított tárgyak felületét nem károsítják. Tehát a semleges kémhatású tisztítószereket ugye majdnem mindenhová használhatjuk fürdőszobába, ablakokhoz, ajtókhoz, konyhabútorokhoz, csempéhez és kerámia felületekhez is. De viszont egy hátrányuk van ezeknek, a semleges kémhatásúaknak, hogy a magas, makacs vízkő és a rági, ráéget ételmaradékokat nem hozzák le olyan jól. Ecetes savas kémhatású, mosogatószerek, vagy úgynevezett lemosószerek, tehát ecetes, savas, kémhatású, ecetszagú, tiszta, átlátszó folyadék, Feladata elsősorban a makacs, nehezen eltávolítható szennyeződések, például konyhai eszközökre, edények, ráégett ételmaradványok, a konyhában, fürdőszobában keletkezett vízkőfoltok, szappanmaradványok, a tisztított felületekről a nehéz szagok eltávolítása savra érzékeny felületekre, például márványra, tűzzománcra nem használható. Ezek felületét károsítja. Az ilyen felületeken egy kevésbé látható helyen használat előtt próbatisztítást ajánlott végezni. Az eszetsav természetes eredetű anyag nem ártalmas, és a környezetet sem terheli. Tehát az ecetes savas kémhatású lemosószerek, ugye használhatók a konyhában és a fürdőszobában is, a makas szennyeződésekre, de viszont érdemes odafigyelni, hogy sajnos nem mindenre használhatjuk. Ma a tűzzománc például arra nem jó, mivel reakcióba léphet vele, mivel nagy, igen erős anyag. Tehát ennek vannak előnyei és sajnos hátrányai is. De ugye a semleges kémhatásot azt még mindig használhatjuk, ugye olyan anyagokra, hiszen az élet kitalálva. <laughs> Tehát az té tényleg használható konyhabútorokra a semleges, illetve ajtók, ablakok és fürdőszobai berendezések, illetve csempe, kerámia. Az ecet és savas kématásúak, meg viszont már konyhai eszközökre, edények, ráéget, ételmaradványok eltávolítására ajánlják, és fürdőszobában keletkezett vízkörfoltok és szappan maradványok. De viszont savra érzékeny felületekre ezt nem lehet használni. Sajnos. Vegyük át akkor a súroló szereket tehát a súrolószerek a vízzel mosható kemény felületeken, konyhai edények, tűzománcozott és egyéb háztartási fémtárgyak, fajansz, porcelán, csempel, festett ajtó, ablakkeret, megtapadt makacs szennyeződések eltávolítására alkalmasak. A vízzel lemosható szilárd felületeket részben mechanikai, részben kémiai úton tisztítják. Összetételükből eredendően általában tejszerű színűek és állagúak. De lehetnek porok is, illatanyaguk általában friss, citrus jellegű. Tehát általában friss és citrus jellegűek, és porcelán, per, csempe, fajsz, meg egyéb fajanc, illetve festett ajtó és ablakkeretekre használhatjuk. Na menjünk tovább akkor a szőnyeg és kárpit tisztító szerekre. Tehát feladatuk az előzetesen alaposan portálított szőnyegek, kárpitok gyors, egyenletes tisztítása. A foltok eltávolítása, a színek élénkítése és felfrissítése. Főbb összetevőik. Szennyoldó hatású felület aktív anyagok, színvisszanyerés szín visszanyerés széljából szín, színélinkítő anyagok, konzerválószerek, illatanyag és víz általában folyékony halmazállapotúak. Alkalmazhatóságok szerint lehetnek. Kézi tisztításra alkalmasak és gépi tisztításra alkalmas. Tehát kézi alkalmazható termékek. Előírt mennyiségű vízben habbá verhetők. A habot az előzetesen alaposan kiporszívózott textilfelületre kefével vagy szivacsal egyenletesen szét kell teríteni, így anélkül végzi a tisztítást, hogy a textília túl nedvesedését okozná. Korszerűbb az szoros csomagolású tisztítószer. Kemény, tartós, kevesebb vizet tartalmazó habként porlasztható a tisztítandó felületre. Amit így csak enyhén nedvesít. A szálak közé is könnyebben behatol. Néhány órai száradás után a tisztítószer maradványai porszívóval eltávolíthatók. Gépi tisztításhoz nem habzó készítmények használhatók. A tisztítási folyamatot az textil felületre az egyenletesen kipermetezett folyadék végzi. A gép előírása szerinti mennyiségű vízzel hígított oldattal tisztít. A szönnyeget kárpitot jól át kell nedvesíteni, majd a folyadékot a géppel alaposan kiszivatni. Mindkét típusnál követelmény a jó tisztító hatás, a színélinkítő hatás, a frissítő hatás, kezelt felület ugyane károsítsa, a folyadéktöltetek az egészségre ne legyenek ártalmasak, és a környezetet se terhelje. Ablak, tükör és üvegtisztítók. Minden bel és kültérű üvegfelület tisztítására alkalmas készítmények a tisztítandó üvegfelületre felszórt anyagot, száraz ruhával vagy papírral áttörölve, a felület tiszta, folt és homálymentes lesz. Lehetnek színezettek, illatosítottak, színezékmentesek, illatanyagot nem tartalmazók, kémhatásuk közel semleges. Az egészségre nem ártalmasak, a környezetet sem terhelik. Itt egyébként pont egy illatosított verziót látunk. Foltisztító szerek A foltisztító szerek a mosással el nem távolítható kis felületekre koncentrálódó foltok eltávolítására szolgálnak. Felhasználásuk szerint általános és speciális foltisztítók vannak. Tisztítás előtt meg kell nézni a textília összetételét, el kell olvasni a használatára vonatkozó javaslatot, Nehogy károsodjon a textília. Bőr, műbőr és cipőtisztítőszerek. A bőrhöz hasonló anyagokból készült cipők, bútor és üléshuzatok tisztítására, ápolására, esztétikai értékük növelésére, élettartamok meghosszabbítására alkalmasak. Tartalmaznak viaszokat, oldószereket, színezéket, illatosító anyagokat. Hatásuk ugye összetett. Tisztítanak, tömítik a bőrpórusait, puhítanak, vízlepergetők védenek a kiszáradástól, és fényesítik a felületet. Bútorápolószerek A bútorápoló készítmények feladata a fából készült bútorok tisztítása és ápolása. A nedvesség vagy a kiszáradás elleni védelem. A por visszarakodásának késlejtetése. A fényes felületi bútorok felületének fényesítése. Kisebb foltok, karcolások és rések befedése. Halmazállapotuk lehet paszta, emúzió, krém és aeroszol. Egyes bútorápoló készítmények színezéket is tartalmaznak. A bútor színének megfelelő színű készítménnyel a bútor színe felfrissül. A víz, alkohol és egyéb foltok eltűnnek, vagy holványodnak. A hatóanyagok jól, kúszó képessége lehetővé teszi a fa belsejébe való behatolást. Ezáltal a fának nem csak a külsejét ápolja, a nem kívánatos foltosodás elszíneződés elkülése érdekében lényeges, hogy a készítményeket a bútorok felületére egyenletesen hordjuk fel és oszlassuk el. Ápolószerek, illetve padlóápolószerek a fából készült járófelületek tisztítására és ápolására alkalmassak. Itt most pont egy padlófényezőszert látunk, ami minden padlófajtára jó, tehát akár fára is. Tehát a fából készült járófelületek tisztítására és ápolására alkalmasak. Hatásuk a tisztítás mellett a fa eltömése, a fényes felület felújítása, porszennyezőanyagok tisztítása, Megjelenésük alapján lehetnek szilárd paszta, krém és folyékony emúzió állagú készítmények. Főbb összetevőik a természetes és szintetikus viaszok. A felhasználás szempontjából a folyékony készítmények a kedvezőbbek. Ezek felhordása és a kezelt felületen való egyenletes elosztása a legkönnyebb és a legegyszerűbb is. A vizes készítmények fagyveszélyesek. Fémtisztítószerek. A króm és fémtisztítók a tisztító komponenseken, tehát szerves oldószer, ammónia finom szemcséjű csiszolóanyagon kívül a fémfüleleten vékony védőréteket képző, viaszos anyagokat, védőrétegeket képző szerek vannak bennük. Tehát viaszos anyagot tartalmaznak, védőolajat, esetenként szilikonolajat és korróziógátló adalékot tartal is tartalmaznak. Feladatuk kettős a vékony kromréteggel réteggel bevont de egyéb fényfelületeknek a tisztítására, és fémrétegek korrózió elleni átmeneti védelmére alkalmasak. Rövidebb időtartalmú védelem céljára a viasz és a szilikonolaj tartalmú készítmények használata célszerű. A felhordott viaszrétek puha ruhával áttörölve, a kezelt felületeken szép fényt kölcsönöz. A visszamaradó vékony viaszfilm víz és portaszító. Téli időszakban, mikor kültéri tárgyaknál fokozattabb védelem szükséges, ajánlatos a bevonatot törlés nélkül, a szokásosnál lényegesen vastagabb rétegben, Hagyni a fémfelületeken. A fémtisztítószerek króm és fejmápoló paszták, folyadékok és aeroszolok formájában kerülnek forgalomba. Légfrissítők. Ugye vannak a levegő és a levegő fertőtlenítők. Levegő illatosítók. Légfrissítők feladata a lakás különböző helyiségeinek, irodák, termek levegőjének felfrissítése és szaktalanítása egyéb típusok a dohányfüst által okozott kellemetlen szagok csökkentésére és elfedésére is alkalmasak. Levegőfertőtlenítők. A helyiség levegőjének minőségét javítják, a baktériumokat pusztítják. Egy idejük illatosítják, felfrissítik a légteret. Összetevői között illatanyagok, alkohol és víz szerepel, de tartalmaznak antibakteriális anyagot is. Megjelenési formájuk alapján lehetnek arra szólok, pumpás készítmények, itt például pont egy pumpás készítmény van, illetve illatanyaggal átitatott lapok, illetve szabályozható felület nyílású műanyag tégelyek. Az egészségügyi helyi helyiségek illatosítására és egyben tisztítására, fertőtlenítésére szolgáló termékek, vízben jól oldódó, felület aktív anyagot is tartalmazó rudacskák vagy tubusok formájában is kerülnek forgalomba. Fertőtlenítő és maró hatású szerek A készítmények a nehezen eltávolítható magas szennyeződések eltávolítására alkalmasak. Hatásukat elsősorban kémiai úton fejtik ki. Lehetnek savas és lugos kémhatásúak. Rendkívül balesetveszélyes, a környezetet is károsító anyagok. Fertőtlenítő készítmények, tehát aktív, klortartalmúak, tehát ilyen a hipó. Részben aktív oxigéntartalmúak, ilyen a perkarbonátok és a perborátok. Vízkőoldós hát szerek például, elsősorban a savra nem érzékeny felületek víz, vízkőmentesítésére alkalmasak, lehetnek ugye erősen maró, például sósav, és kevésbé maró hatásúak foszforsav és citromsav. Tehát vízkőoldásra a sósav remek. De csak olyan felületre szabad használni, amely savra nem érzékeny. Vannak még lefolyó tisztítók is, tehát a lefolyó dugulását előidéző szerves anyagot képesek roncsolni. Illetve vannak tűzhelytisztítók. Hatásukat 10-15 perces hatóidő eltelte után fejtik ki. Makacs szennyeződés esetén az eljárás megismétlése vagy hosszabb várakozási idő szükséges. Tehát általában 10-15 percig kell várni ami hat, és akkor letörölhetjük. De ha nagyon makacs a szennyeződés, akkor vagy kétszer kell megismételni, vagy hosszabb ideig várni. Háztartási tisztító és ápolószerek bolti kezelése. Az általános elírások szerint történik. Tehát fémdobozban van ugye a csomagolása, általában PP vagy PE vagy PVC flakonokban, és ugye ezeket is szintén a vegyi áru raktárba kell tenni, tehát elkülönítve. El kell különíteni az élelmiszertől, illetve a szárazaktól. Tehát hőmérséklet, a távolási hőmérsékletnek, hőmérséklete ezeknek a tisztítószereknek, ugye 10 és 25 fokos környezet tökéletes nekik, illetve Speciális igényű áruknál a betartandó hőfogot és a páratartalom értékeit ugye feltüntetik a csomagoláson is. És nagyjából szerintem a háztartási tisztító és ápoló szemekről ennyit tudtam elmondani, úgyhogy köszönöm a figyelmet és további jó tanulást kívánok!